Összesen 32 katona tett esküt az alapkiképzés befejezését követően, 22 fő szerződéses katona és 10 fő önkéntes műveleti tartalékos. Bács-Kiskun megyében országosan is kiemelkedően magas a katonai hivatást választók száma. Ezt a tendenciát fokozza az Rényi 2026 haderőfejlesztési program is. Néhány ember számára meglepő, de valóban az új technikai eszközöknek a megjelenése toborzó hatással bír a polgárokra a fiatalok számára kifejezetten vonzó lehet a kiszámítható katonai pálya. Egy éve érettségiztem, és, és, egy remek kihívás, valamint egy, egy remek munka elé nézek szembe, és nagyon örülök, hogy a hat hétnek a végén esküt tudtunk tenni, és munkába állhatok majd. A pályakezdők mellett a már tapasztalt szakemberek is szívesen csatlakoznak a katonaság kötelékéhez. Veres Csaba logisztikai szakemberként dolgozott a civil életben, onnan tért el a katonasághoz amíg egy termelővállalatnál ugye, csak ugyanazok a dolgoknak a szállítmányozása, a mozgatása folyik, itt azért ugye sokkal sokrétűbb a feladat, van repülőszállítás, van vasúti szállítás, van mindenféle olyan dolog, ami, ami érdekes, nyilván az idegen nyelv használata is sokkal ö, fontosabb, és hát érdekesebb számomra. A magyar kormány eltökélt szándéka, hogy a magyar haderőt folyamatosan modernizálja, emberállományában megerősítse, így a toborzás folyamatos. A katonák számára bevezetett életpálya modell egy kiszámítható biztonságos megélhetést nyújt a haza védelmére felesküdött katonáknak.